Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagyhajmási templomban vagyunk, mint látható itt is van egy pádolói Szent Antal szobor, ugyanez a típusú ábrázolás, mint a lehető legtöbb esetben, a kis Jézussal. Ez azért egy nagyon különleges ábrázolás, ha belegondolunk abban, hogy elképzelnénk élő módon azt, hogy egy szertetes a kezében egy kisbabával, én nyilván neki nem az a hivatása, hogy gyerekeket neveljön, hanem az, hogy Isten gyermekét, a Jézus Krisztus szolgálja. Ezért ajándékozta meg az Úr ezzel a jelenéssel is. Pádolói Szent Antal misztikus csodáit olvasva többször találkoztam olyan esettel, hogy már halál után megjelent, és arra bátorította az embereket, hogy térjenek meg úgy, mint életében is. Egészen különleges csodák is történtek, például, hogy egy asszony fel akarta alkoztani magát, mert nagyon kilátástalan a helyzetbe került, a férje alkoholista volt, meg mindenféle rossz dolgokban volt, és egyszer csak kopogtattak az ajtón, távolról jött két zarándok, bemutatkoztak, hogy Ferenc és Antal, és éjszakára kaptak szállást, de még előtte a vacsoránál beszélgettek a hölgyel, és hirdették neki az evangéliumot, és megvigasztalták. Aztán ugyanezen az éjszakán, amikor is az asszonynak már el volt rejtve a kötél, hogy felakasztja magát, ugyanezen az éjszakán Szent Ferenc és Szent Antal megjelentek a férjnek, aki éppen valahol egy másik nőnél volt, és annak a férjnek azt mondták álmában, hogy milyen rossz életet él a felesége, most akarja felakasztani magát, tartson bűnbánatot, és kérjen bocsánatot a feleségéről. És a férj korra röggel, hogy fölkelt, megdöbbent ezen az álmon, hazament, nagy szeretettel köszöntötte a feleségét, és kérdezte, hogy hol van az a kötél, amit fel akart akasztani magad, és ebből tudta maga az asszony azt, hogy a férjének is Isten a szentek által kinyilatkoztatta magát. A zarándokok pedig már eltűntek a szállásról, így hát egy nagyon különleges csoda által férj és feleség kibékültek. Most imádkozok azért, hogy gyógyulások történjenek testileg, lelkileg és a családomban, házaspáromban is. Názáreti Jézus Krisztus, és szent véred és szent neved által, és Szent Antal közbenjárására látogass meg mindenkit, aki nézi ezt a filmet. Valóban a te szeretetet hozzon egységgel férjek és feleségek közé, és mutassa meg az utat a békességhez. És Jézus nevében gyógyuljatok ma, és mutassa meg az Úr azt, ahogyan bennetek Isten magdicsőnket. Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Jézus nevében a gyógyító Szentlélek lépjön be a ti testetekbe és lelketekbe. Mutassuk, hogy szabad lehet a kívánat most. Jézus nevében gyógyuljon. Jézus nevében távozom melletted a betegségnek minden mozdulata a gyökerestől. Szakadjon ki Jézus nevében távozom. És szűnjön meg minden gyűjtöstől.